Tisztelt városlakók kedves polgáriak! Ma, 2020. május 7-én Csütörtökön arról tájékoztatom Önöket, hogy városunkban hatósági teszt igazolt koronavírusos fertőzött beteg nincs. Hatóság által elrendelt úgynevezett kötelező házi karanténban tartózkodók száma a mai napon 10 fő, a számuk folyamatosan változik. A mai stábülésen értékeltük az elmúlt hét történéseit, a korábban meghozott intézkedéseink végrehajtását. A polgári piac ma korlátozásokkal megnyitása került, ott élelmiszer paránta és virágárusítása a lehetséges, és személyes tapasztalásom szerint is a piac problémáktól mentesen megkezdte működését. Az önkormányzati intézményekben a polgári piacon is, a város közteletein a feltöltlenítés megtörtént. A járvány védekezés kapcsán eddig felmerült költségek összege több mint 6,5 millió forint. A maradj otthon polgár adománygyűjtő számlára ez idáig 147 személytől összesen 2 millió 137 ezer forint érkezett támogatásként. A maszkok kötelező viselésére vonatkozó előírást a polgáriak nagy többsége fegyelmezetten betartotta. Az óvodában ügyeleti rendszerben működünk. 12 fő veszi igénybe jelenleg az ellátást, és 48 fő óvodáskorú gyermeknek hazaviszik az ebédet. A szociális ellátás, az idősek ellátása továbbra is zavartalan. Itt naponta 342 főhöz kiszállítjuk a melegételt. A városgondosság által üzemeltetett iskolai konyha. Minden nap a héten 168 főre főz ebédet. 2020. május 17-ig, azaz egy hétre még, továbbra is érvényben maradnak az alábbi korábban meghozott döntések. Folytatjuk a közterületi feltöltlenítést a város közintézményeiben, közterületein az időjárási körülményektől függően. A piaci napok előtt, hétfőn, szerdán és pénteken, az esti órákban teljes feltőtlenítést végzünk a polgári piac területén. A város közösségi területein este 8 óra és hajnali 6 óra között a 18 év alatti fiatalkorok tartózkodását nem tartjuk ajánlatosnak. Ügyfélfogadáskor kötelező a maszkok viselése az önkormányzati intézmények zárt helyiségeiben. Az önkormányzati intézmények épületein kívüli területein a védőtávolságok betartása mellett továbbra is ajánlott a maszk viselése. A május 4-én kiadott kormányrendetek alapján a következőket ismertetem. Az egészségügyi ellátás, az elepellátás és a szakellátás is a hatályos intézkedéseknek megfelelően történik városunkban. Az óvoda és a bölcsőde vonatkozásában továbbra is ügyeletet biztosítunk a beirakozott gyermekek számára. Az üzletek és vendéglátóhelyek működésében a külső teraszokon engedélyezett a kiszolgálás. Az egyházi és polgári temetési szertartásokon még a jövőben is fenntartjuk a korlátozó intézkedéseket. Az egyház vezetőivel egyeztetve történik ez az álláspont. A Városi Sportegyesületet érintően a megyei labdarúgó bajnokságot befejezetnek tekintjük. A sportolási lehetőségek tekintetében a strandfürdő területén a műfüves pálya használatát és a horgászati lehetőséget május 18-ától a lakosság számára biztosítjuk. Újból megerősítem, hogy következetesen folytatni fogjuk a meghozott intézkedéseink végrehajtását a város köztisztasága érdekében és a közegészségügyi veszélyhelyzet okán. A kukázás megtiltásáról hozott döntés megszegőit, a játszótéren, a parkokban, a közösségi tereken, a parkolókban felelőtlenül szemetelőket meg fogjuk bírságolni a jövőben. A magáningatlanokra összehordott, járvány és fertőzés veszélyt jelentő kommunális gózpontokat folyamatosan felszámoljuk, a tulajdonosokat szankcionálni fogjuk. Az illegális törmelék elhelyezést és szemétlerakást szabálysértési eljárás keretében kezdeményezzük elítélni, ha indokolt, akár büntető feljelentést is teszünk. Új elem a tennivalóink sorában a településkép védelme érdekében meghozott intézkedés. A településkép védelméről szóló 2016 évi törvény 12. pontjának 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján polgármesterként bírság alkalmazását rendelem el, miszerint településkép védelmi bírság kiszabása esetén a települési szempontból meghatározó területet érintő mulasztás alkalmával az ingatlan tulajdonosa 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A fenti polgármesteri rendelkezés alapján megindítjuk az eljárásokat azon felelőtlen ingatlan tulajdonosokkal szemben, akik nem hajlandók a jó gondosságával kezelni a saját ingatlanokat, így többek között a polgári buszmegállót évek óta elcsúfító épülettorzó vonatkozásában is élni fogok a felhatalmazással. Határozott szándékunk, hogy érvényt a jogszabályi előírásoknak, és teljesítjük a lakossági elvárásokat is, mely szerint polgáriak egy tiszta és rendezett lakókörnyezetet szeretnének maguknak. A rendelkezéseknek belterületen a közteletfelügyelő nagyobb aktivitásával és szerepvállásával, külteleten pedig a mezei őrszolgálat hatékonyabb, eredményesebb, sikeresebb működésével kívánunk érvényt szerezni. Köszönöm végezetül a városlakók eddigi támogatását és együttműködését. Kérem, hogy legyenek még türelemmel és kitartással, továbbra is figyeljenek magukra, vigyázzanak egymásra. Égáldja Önöket, Isten óvja városunkat!